vagyunk a Jurányi házban. Nem sokára kezdődik a Rutkonyi Bori Banda koncertje. Melyik a kedvenc számotok? A Boszorkányos. A Boszorkányos, reméljük azt is leadják. Egyébként azért ez a nagyszabású koncert, mert hogy a Jurányi ház idén ünnepli az 5. születésnapját. Nagyon könnyű a gyerekeket animálni, vagy minden egyes koncerten más és más kis csapat gyűlik össze? Hát ez mindig változik a konstelláció, meg hát a helyszín hőmérséklet, most nagyon meleg volt például, de láttam, hogy most picik vannak, de nagyon aktívak, már mielőtt elkezdett a koncert, már ez a zene nélküli tánc és őrlöngés. Úgyhogy ilyenkor igen, hogyha aktívak, akkor egy kicsit finomítani kell az energiákat, hogyha pedig passzívak, akkor megemelni kell. De most így minden működött rendesen, és nem volt se invázió, se ücsörgés, úgyhogy most szerintem ideális volt. Bori Banda koncert véget ért, úgyhogy még itt megy a lazulás, az autogram kérés és a beszélgetés. Mindjárt én is megkérdezem Borit, hogy hol lesz a következő koncertjük? December 3-án lesz a Trafóban télapos koncertünk, és lesz egy új CD-nk. Azt most jól lenne. Gyere, Peti! Jön Peti! Várj, megfogom! Nem maradhatsz. A Hóváró, ez még egy ilyen magmaket CD. De jó, hogy ezt mi láthatjuk. És ez egy válogatás lemez lesz részben, részben meg 4 új dal lesz rajta. A régi 4 téli dalunk, a Gizipók, a Távoli Hegyek, meg a Hópelykeringő, Csizmalábú tél leszek a régiek, és lesz 4 új, aminek nem áruladom el a címét. És akkor ennek lesz a bemutató? Bemutatója, de már van egy Hello Télapó nevű klipünk, amit meg lehet nézni, ami fönn van már. Úgyhogy nézzetek meg a Hello Télapót, és 3-án lehet jönni a Trafóba decemberben. Esik az eső, kint nagyon borongós az idő, itt bent, a művészetek palotájában pedig nagyon mosolygos és vidám a Cifra Palota című programsorozat berkein belül. Már sok mindent kipróbáltunk, a háttérből hallatszik még az esztenás együttes táncháza, kicsiknek és nagyobbaknak is. Jó kis móka a zenehallgatás és a táncolás. De mindeközben mit lehet csinálni? Kézműveskedni, és lehet csinálni esőbotot, kirakót. Vagy van például itt, ez nagyon érdekes az egyik asztalnál, hogy befűtős üvegekben. Befűtős üvegek, és víz van benne, és mindegyik egy hangot ad ki, hogyha ráadjuk a kanállal. És lehet így hozzá. Sára szerzett egy ilyen kártyácskát, ugye a mai cifrapalot a témája mozgásművészet, ezért itt a foglalkozásokon mindenféle zenei feladványt kell megoldani, és hogyha a gyerekek jól oldották meg, itt is egy gyerek, akkor ilyen táncoló figurákat gyűjtenek, ha megvan 5, akkor még ajándékot is nyerhetnek. Kellemes őszi, de hűvös időben is nagyszerű program a Budakeszi Vadasparkba ellátogatni. Mi is most ezt tesszük. Két variáció van. Vagy autóval megállunk a külső ingyenes parkolónál, és akkor egy 15 perces sétával elérjük a Budakeszi Vadaspark bejáratát, vagy autóval egyenesen a fizető parkolóba megyünk, és onnan pár perc, és már benne is vagyunk a Ding-ding-ding. Hát a vadászpartban. Igen. És mik vannak a vadászpartban, Miki? Jóvaszkák. És még? És még? Olyosjárók. Ding 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 ding
ezen a kényelmi funkció itt a vadaspark területén lehet használni ezeket az ingyenes babakocsikat, kisgyermekes családoknak nagyszerű lehetőség, hogyha nem babakocsival jöttetek, de a gyerekeitek hamar elfáradnak, akkor egy ilyen kölcsön babakocsival lehet átvészelni a fáradt perceket. Természetesen fontos, hogy a használat után ugyan ide toljátok vissza. Ő itt Európa valószínűleg legöregebb édes kis hiúszkája, akit úgy hívnak, hogy... Hubert, a hiúz, és hány éve? 23, a hiúzok átlagosan 13 évig élnek, vagyis 10 évvel idősebb, mint a rendes hiúzok szoktak. Szabadban élő hiúzok átlagos életkora. Édes. A gyerekek vidám kikapcsolódását szolgálják a játszóterek is, amelynek játékai mind-mind természetbarát anyagokból készültek. Ezeken a játszótereken is játékos formában tanulhatnak a gyerekek, ez a rugós játék például egy verőköltőbodobács. Ez itt az állatsimogató rész, ahol kecskék és kis őzikék várják a finom csemegéket. Szeretik az ócsemegét, az almát, a répát, a makkot, és természetesen a sok kisgyereket, akik imádják őket simogatni.